Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! A koncertek mellett érdemes lesz a Hagyma Fesztivál kísérő programjaiba is belekóstolni. A Hagyma Fesztivál egyik fellépője az Orivoár. Megkoszorúzták Május Elemér emléktábláját. A hazai előadók nagy nevei érkeznek Makóra Hagymafesztiválra, hiszen itt lesz Curtis, Regán Lili, Jude Law és Demjén Ferenc is. A háromnapos rendezvénysorozatot ezúttal számos interaktív és érdekes kísérőprogram színesíti majd. Ilyen lesz többek között a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ bemutatója. Érkeznek erős emberek is, a Hagymaházban filmvetítés és közönség találkozó lesz, valamint három nagy múzeum is érkezik Makóra tárlatával. 2024. július 1-ével az Európai Uniós Tanácsnak elnöksége Magyarország lett, és ennek keretében a kormány a Kulturális és Innovációs Minisztériumon keresztül országos programsorozatot indított el 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel, amely a Hagymafesztivál keretében Makór érkezik. A programok egyik bázisa a Hagymaház lesz, ahol szeptember 12-én az Anyám és más futóbolondok a családból című filmet vetítik le a színházteremben, majd ezt követően közönség találkozóra kerül sor a rendezővel, Feketei Bolyával. Az ingyenes jegyek átvehetők a mozi jegypénztárában. Szeptember 13-án, pénteken, délelőtt 9 órakor a Hagymaház Színház termében Száll a világ lepke szárnyon címmel énekelt versek a Kossuth díjas Sebbő Ferenc előadásában. Ide az általános iskolás 3., 4., 5. osztályosait várjuk, de természetesen bárki, aki szeretné megtekinteni ezt az előadást. Ugyanezen a napon délután 15 órától Csehov egyfelvonásos komédiákat láthat a közönség, melyre szintén ingyenes jegyek kérhetők. Szeptember 16-án pedig egy interaktív vándorkiállítás érkezik a Hagymaház aulájába, amely 10 órától lesz megtekinthető. A Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című tabló kiállítása, valamint az Iparművészeti Múzeum Iparkodjunk című kiállítása érkezik majd a József Attila Városi Könyvtárba, illetve a Szépművészeti Múzeum is készül programokkal. Szeptember 12-én csütörtökön kezdődik nálunk az első program, a Szépművészeti Múzeum Királyok, Hősök, Csaták címmel, egy múzeumpedagógiai foglalkozást, illetve egy előadást hoz hozzánk, ami négy fantasztikus történelmi festményről fog szólni. Ezeknek a festményeknek a titkairól fog Deme Edina, a Szépművészeti Múzeum főosztály vezetője, művészettörténész előadást tartani, hogy mi is a közös ebben a négy nagy történelmi festményben. A Széchenyi téren eddig nem látott események színesítik a Hagymafesztivált már a pénteki napon 15 órától, hiszen a fővárosi nagy cirkusz interaktív produkciókkal készül. Érkezik egy gasztrobusz, incsiklandó falatokkal, a kicsiknek kézműves programokkal és gyermekkoncertekkel is készülnek. Szombati napon a Hagymaház előtti térre terelődünk át picit délelőtt, itt a főzőverseny fog megrendezésre kerülni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi 31 nehány jelentkezőhöz képest most jóval többen vannak, úgyhogy biztosan a posta felé is el fogunk majd kanyarodni a főzés tekintetében. Ugyanennek a napnak a délutáni programja a Fekete Lászlóék nemzetközi erős emberek versenye. Fontos megjegyezni, hogy szeptember 14-én szombaton a Szegedi utcai volt Bartók iskola előtti körforgalomtól egészen a polgármesteri hivatalig le lesz zárva az útszakasz este 18 óráig. A Hagymafesztivált pénteken Farkasév Erzsébet polgármester nyitja meg, és köszöntőt mond Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Závogyán Magdolna a kultúráért felelős államtitkár. Csak akkor engedjük el egyedül kerékpárral gyermekünket az iskolába, ha jól ismeri az odavezető utat. Hívja fel a szülők figyelmét a rendőrség. Vad Róbert megbízott sajtó szóvivő televíziónak elmondta, célszerű előre megtervezni az útvonalat és minden veszélyforrása kiemelten figyelmeztetni a gyermeket.
Hétfőn reggel elkezdődött a tanítás minden általános és középiskolában, és mint arról televíziónk is beszámolt, ezzel egy időben az Országos Rendőrkapitányság elindította iskola példa elnevezésű kampányát, melynek célja, hogy az idei tanévkezdés időszakában minél kevesebb gyermek szenvedjen balesetet. Azt közölték, hogy az elmúlt évben közel 1400 14 éven aluli gyermek sérült meg Magyarországon közlekedési balesetben, és nem okozói voltak annak, gyakran a járműben utazva a sofőr szabályszegése miatt sérültek meg. Ezért ilyenkor minden sofőr számára a legfontosabb szabály, vigyázzat, gyerekek, fogalmaztak közleményükben. Vad Róbert, a Csongrád család vármegyei rendőr főkapitányság megbízott sajtó szóvivője kiemelte, a gyermekek biztonságos eljutása az iskolához kiemelt jelentőségű kérdés a tanévkezdésben. A szülők készítsék fel a gyermekeket, mely során meg kell tervezni az útvonalat. A balesetveszélyes szituációkra, csomópontokra fel kell hívni a figyelmet, és meg kell beszélni az ezeken történő biztonságos áthaladás módját és lehetőségeit. Célszerű az elhangzottakat egy útvonalbejárás során bemutatni, ahol személyesen, szemléltetve begyakorolhatja a gyermek a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Az iskolába történő eljutáshoz szükséges időt körültekintően ki kell számítani. Időben induljanak, ezzel elkerülve a kapkodást, a figyelmetlenséget, ami balesetveszélyes szituációkat szülhet. A rendőrség a polgárőrséggel együttműködve idén szeptemberben is a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt közterületi jelenlétet biztosít azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedés biztonsági szempontból indokolt. Az idei hagymafesztivál alkalmával számos fellépő látogat el városunkba. A szervezők igyekeznek több korosztályt és különféle zenei ízlésű közönséget bevonzani. A program egyik színfoltja az Au Revoir együttes, amely különleges hangzásával, zenei műfajok ötvözésével és elgondolkodtató dalszövegeivel frissítően hat a magyar zenei szférában. A zenekar énekes gitárosával, Agúcs Mártonnal beszélgettünk a közelgő makói fellépésükről. Sárban állunk, te rám nevetsz, a rám nyomodba belelépkedek. Manapság a könnyű zenében egyre inkább elmosódnak a műfaji határok. Szinte minden keveredik mindennel, elsősorban a zenei stílusok. Erre a jelenségre reflektál többek között az Au Revoir együttes neve, amely franciául annyit jelent, hogy viszontlátásra. A kulisszák mögött azonban teljesen profán magyarázat áll a banda neve mögött, mégpedig az, hogy egy koncertes együttesként terveztek fellépni. Ezért frappánsnak találták a tagok ezt a sokat mondó nevet egyetlen esemény erejéig, ám a folytatás mellett döntöttek, így maradt a név is. Avatott be minket Agócs Márton, a formáció énekes gitárosa. Az Au Revoir egy olyan rock and roll zenekar, aki nagyon szereti a népzenét, a magyar népzenét főleg. Ennél fogva van egy csomó fura hangszer, meg népi dallam is a dalainkban, és mi arra törekedtünk már a kezdetek óta, hogy a koncert műsorunk az inkább hasonlítson egy vegyes lejátszási listához, mintsem egy nagyon-nagyon koherens és egy stílust pörgető, mondjuk lemezhez, de szerintem egy egészen divers koncertműsort sikerült összeraknunk, amiben a széttorzított gitáros stoner riffektől kezdve a nagyon gyors fogózós témákon át, az öngyújtó, lóbálós, sírós, lassú számokig van egy csomó féle hangulat és dal. Mivel a formáció 8 tagú, ezért nyilvánvalóan más-más zenei műfajt és előadót részesítenek előnyben, de a fő csapás irányt a muzsikás együttes, és úgy emblok a magyar népzene. Cseh Tamás, az LGT, a Beat és a Rock'n'Roll legnagyobbjai, úgy mint a Beatles vagy a Rolling Stones adja. Az igencsak széles repertoárból a makóiaknak is eljátszanak jó néhány dalt élőzenés koncertjükön a Hagyma Fesztivál szombati napján. Makóváros önkormányzata 2024-et a tehetséges makóiak emlékévének nyilvánította, amely alkalmából az év folyamán különféle évfordulókhoz csatlakozva programokkal tisztelegnek a város nagyjai előtt. A rendezvény sorozata Makói Tehetség Aranyag címet kapta, és olyan személyek előtt róhatjuk le tiszteletünket, mint Pulitzer József, Páger Antal, Galamb József vagy Makovec Imre.
Ezóta Május Elemér egykori történész, a magyar középkor kutatás és történetírás egyik legjelentősebb alakjáról emlékeztünk meg. A makói járásbíróság épületének főbejárata mellett található Május Elemér emléktáblája, amelyre a tegnapi nap folyamán koszorú került. A megemlékezés fővédnöke Farkas Éva Erzsébet, Makóváros polgármestere volt, beszédet pedig Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, nyugalmazott történelemtanár, valamint a makói honismereti kör elnöke mondott. Ebből kiderült, hogy az egykori történész édesapja, dr. Május György Péter királyi törvényszéki bíró, a mai járásbíróságon szolgálta hivatását, Május Elemér pedig annak polgári lakásába született, ahol most az emléktábla áll. Szép kort élt meg, 91 évesen hunyt el 1989. augusztus 25-én. Ennek 35. évfordulója apropóján emlékeztek meg róla. Makónak ugyan több történésze van, és én úgy érzem, mint történelem tanár is, hogy föltétlenül jó nekünk, hogyha alaposabban odafigyelünk arra, hogy kik azok, akiknek valamilyen kötődése volt a mi városunkhoz. Sok ilyen volt, majd sorozatban jönnek szerintem a megemlékezések, és hát közülük Május Elemér az, aki olyan magasságokig jutott a magyar történetírásban, ami keveseknek adódott azért meg. Aktív éveiben főként a hűbériséggel, a rendiség kérdéseivel foglalkozott. A főváros mellett Szegeden is gyakran tartott előadás kutatásairól. A reformkor tanulmányozása során maradandót alkotott. A Tehetség Aranyag programsorozatban legközelebb a 100 éve születes Tenger Gizella pedagógus munkáját elevenítik fel a szervezők. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A koncertek mellett érdemes lesz a Hagymafesztivál kísérő programjaiba is belekóstolni. A Hagymafesztivál egyik fellépője az Orivoár. Megkoszorúzták Május Elemér emléktábláját. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a szeptember 6-ai péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!